Beszéltünk arról, hogy a jakobinus mozgalom idején hogy váltott a vallás, domonkos rend, egyéb vallási rendek, hogy váltottak lovat, és magukat tudományosnak hogy nevezték el. Hát lássuk, a vallás és az alkalmazott természettudományok kelléktára hogyan alakult. Itt van a természettudományok kelléktára, matematika, filozófia, fizika, kémia, biológia, földrajz, csillagászat, mérnöki tudományok, mezőgazdaság tudománya, orvostudomány. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem a tudósokkal van gond, hanem a fantom szervezettel, amit úgy hívnak tudomány. Ne a tudósokat bántsátok, mert nagyon sok tudós, nagyon jó akaratú ember, szeretne valami újat, valami szépet, valami fantasztikusat lehozni a földre. De van egy fantom szervezet, ami Szent Györgyi Albert szavaival nem az emberekért, hanem pont annak ellenében működteti a felszínre hozott tudást. Az emberiség létezésének jobbításán dolgozik sok tudós, de az eredményeiket nem az emberiség javára használja a tudomány. Akkor most lássuk Szent Györgyi Albert, a görög mitológia, az egyiptomi mitológia és a kínai mitológia ismeretében a Jelenések könyvének megfejtését. A tengerből egy vadállat bukkan fel. 10 szarva volt, és 7 feje. Szarvain 10 korona, fején meg istenkáromló név. Mi ma a világon a legnagyobb istenkáromló szervezet, amely tagadja az Istent, és minden tudását azért hoz létre, hogy bebizonyítsa, hogy nincs Isten? Hogy hívják? Tudomány. A természettudomány körébe tartozó 10 ágazat. Hány feje van a sárkánynak? 7. És hány korona van rajta? 10. Keressetek rá a világhálón, hány természettudomány ágazat van. Hajszál pontosan 10. Ez a 10 korona. Megkoronázzák a sárkányt 10 koronával. Fizika, kémia, biológia, földrajz, geológia, stb. Az egész föld csodálja a vadállatot. Mi ma az, amit az egész föld csodál? Úgy néznek rá, mint Istenre. De nem Istenre néznek, hanem úgy néznek a megtévesztő sárkányra, mint ha Isten lenne. Mert ez a megtévesztő szervezet, fantom szervezet, kikövetelte magának, hogy Istenként tekintsenek rá. Az egész föld csodálja a vadállatot. Káromlásra nyitotta a száját az Isten ellen. Káromolta a nevét, a hajlékát és az ég lakóit. Ki káromolja ma hivatalosan az Istent? Hivatalosan. Tudományos szervezetekkel. És érzitek, milyen huncut? Nem a tudósokról van szó, a tudományról van szó. A fantom szervezetről van szó, amit nem tudsz megfogni. Annyira sötét. Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket, és győzelmet arasson. Megkapta rá a hatalmat, az egész földet. A legnagyobb Isten tagadó. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre, nemzetre. Minek terjedt ki a hatalma minden népre, nemzetre? Hát a tudomány. Ki az, aki mindenre fölhatalmazta? A tudomány felhatalmazta a tudományt mindenre. A sötétség megjelenési formái. Kígyó, amit Egyiptomba úgy hívtak, apep, krokodil, sárkány, piros szemű fekete kutya, ezek a fő és kedvenc megnyilvánulási formái. A tudományban nagyon sok esetben nem a találmányokkal van gond, hanem a szellemi kontroll nélküli felhasználással van gond. Soha nem nézik, hogy milyen áron vezetnek be valamit. Gyakran elszabadul a pokol emiatt. Például nehéz fémek felszínre hozásával, rádióaktív
hulladékokkal, szennyezőkkel, műanyagokkal. Bármikor, amikor felfedeztek a tudósok valami új dolgot, rögtön ott volt a sötétség, már az ünnepléskor. A sötétség, aki a legújabb találmányokra is kitalálta, hogy hogy használja fel az emberiség ellen. Erre mondom, hogy a kontrollal van baj, nincs szellemi kontroll. Aki azt mondaná, vigyázz, ne tovább, csak eddig, csak hogyan, csak miképpen, nincsenek szellemi kontrollok. Hiszen aki szellemiséggel rendelkezett, azt eltüntették. Eltüntették a kontrollt, a világosság képviselőit, a szellemi embereket.